Rácz András, Oroszország szakértő, harcászati, hadászati szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetéből. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Jó estét kívánok, én köszönöm a meghívást. Ön hogyan fogalmazna most az oroszok harcászati tevékenységét illetően? Visszavonulnak, menekülnek, vagy pedig valamiféle stratégiai váltásról van szó, egy stratégiai visszavonulásról, és tulajdonképpen csak erőt gyűjtenek? Attól függ, hogy melyik front szakaszról beszélünk. Mondjuk Harkovról beszéljünk először. Harkivnál, ugye oroszul Harkiv, igen, igen. Használni. Pontosan. Harkivnál az ukrán erők nagyon komoly sikereket értek el, visszaszorították az orosz erőket, most már 25-30 km távolságra Harkivtól. Ez részben azt eredményező, hogy területet nyernek, tehát visszaszerzik a saját területeket, és ami ennél is fontosabb, ezzel Harkiv kikerül az orosz tüzérség lőtávolságából. Tehát Oroszország rakétákkal és légierővel továbbra is tudja támadni Harkivot, de eddig is a legnagyobb pusztítást a tüzérség okozta, most ez a veszély szerencsére megszűnik, tehát Harkivon egy picit csökken az orosz nyomás. Ez a legnagyobb eredmény. Ez visszavonulás vagy menekülés? Visszavonulás tervezett. Az látszik, hogy a visszavonuló orosz erők felrobbantották maguk mögött a hidakat. Ilyesmit a haderők akkor csinálnak, hogyha nem is nagyon terveznek később abba az irányba újra támadást indítani. Tehát pánikszerű menekülés nincs, gyors és határozott visszavonulás van. Egyelőre nem látszik az, hogy Oroszországnak lenne elég ereje hozzá, hogy a közeljövőben bármikor újra megpróbálja bekeríteni Harkivot. Nagy ukrán siker. Az ukránok stratégiája változott ön szerint? Tehát most ők, hogy mondjam, boldogan mennek előre, és megpróbálják utolérni az oroszokat, és egyáltalán mi a céljuk most? Lehet, ha olvasni, hallani, hogy átlőnek most már Oroszországba. Ez hogyan értékeli? Igen, eddig is átlőttek Oroszországba, tehát támadtak oroszországi célpontokat is. Itt a Harkiv körüli ukrán ellentámadás fő célja az, hogy az volt, ugye Harkiv Ukrajna második legnagyobb városa. Tehát, hogy az ország második legnagyobb városáról lefejtsék, eltávolítsák az orosz ostromgyűrűt, ezt a sikert elérték. A háború fő súlypontja azonban nem itt van, hanem ettől délebre, a kelet-ukrajnai Donbasszi fronton, ott továbbra is nagyon-nagyon súlyos a helyzet. Van egy ilyen fekete lyuk tulajdonképpen, hogy az ukrán haderő tényleges állapotáról keveset tudunk. Ezzel együtt az látszik, hogy Oroszország a legnagyobb erőt a Donbasszi frontra koncentrálja. Ott a következő hetekben fog szerintem eldőlni nagyon-nagyon sok minden, lehetséges, hogy a háború sorsa is. Ön szerint mi az elsődleges oka az oroszok kudarcának? Gyenge a logisztika, rossz a morál, nincsen légitámogatás. Mi a legnagyobb probléma? Mindezek együtt. És leginkább az, hogy ők alapvetően nem ilyen típusú háborúra készültek. Tehát a politikai vezetés arra utasította az orosz katonai vezetést, január-február folyamán, hogy egy néhány napos villámháborúra készüljenek. Így van. A politikai vezetés alapvetően becsülte alá és értette félre Ukrajnát. És aztán menet közben kellett módosítani a terveket, ugyanakkor azért a nagyságrendeket érzékeltetendő, a teljes orosz támadó erő picit több mint 200 ezer főből állt. Ukrajna 600 ezer négyzetkilométer. Tehát egy irtózatos méretű országot próbáltak meg mindössze 200 ezer emberrel alávetni, elfoglalni, ez már létszámokból sem lehetett reális. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy Ukrajna területén Ukrajnának sokkal több katonája van, mint Oroszországnak. Tehát nem látszik azt, hogy Oroszország a meglévő Ukrajnába telepített erőkkel hogyan tudna győzelmet elérni, ezért lesz kulcsfontosságú azt figyelni, hogy az orosz vezetés elrendele teljes, vagy leginkább részleges mozgósítást. Ugye leválogattunk abból az elképesztő videóhalmazból, amit kapunk a különböző csatornákon keresztül. Leválogattunk most 4-5 videót, ezt elküldtük önnek, tehát fel tudott ezekből készülni. Ebből kérem szépen az első videót, hogy mutassuk meg, itt azt fogjuk látni pillanatokon belül, különben ez egy hosszabb videó, és megvágtuk, körülbelül egy 3 perces videó volt. Azt lehet látni, hogy egy Bayraktar vagy több Bayraktar drónról lövik az orosz tankokat, vagy hogyha pontosan akarom mondani, akkor a páncélozott harci járműveket. Elképesztő pontossággal lövik ki ezeket a harckocsikat. Utána azt is lehet látni, hogy a menekülő orosz katonákat is gyakorlatilag leszedik. Különben megrázó ez a felvétel attól függetlenül, hogy az ember most melyik oldalnak szurkol, vagy melyik oldalnak drukkol, hiszen itt emberek vannak, emberek halnak meg. Ugye ezeknek a videóknak az eredetét nem tudjuk ellenőrizni, nagy valószínűséggel hiteles videókról van szó. Nem készült föl Oroszország ezekre a modern hadviselőeszközökre, mondjuk a Bayraktar drónokra? Egyszerűen nem számítottak rá, hogy van az ukránoknak ilyen? Tudták, hogy van az ukránoknak ilyen,
de ők arra számítottak, hogy a háború első néhány napjában, sőt első néhány órájában meg tudják semmisíteni ezeket a Bayraktarokat. Ugye az orosz légierő kiemelt erővel mért csapásokat azokra a repülőterekre, ahol Ukrajna a háború előtt a Bayraktarokat állomásoztatta. Amit azonban ők nem tudtak, hogy nyugati segítséggel, nyugati információk segítségével Ukrajna ezeket a Bayraktar drónokat ki tudta vonni a csapások alól, esetenként néhány órával az orosz légitámadás bekövetkezte előtt. Tehát Oroszország egyrészt azt hitte, hogy meg tudja semmisíteni az ukrán drónokat, de ez nem sikerült. Másrészt a háború kezdete óta hivatalosan ugye ez így nem hangzott el, de pontosan tudjuk, hogy Törökország további Bayraktar drónokat is szállított Ukrajnának. Tehát Ukrajna, az orosz légvédelem néhány ilyen drónt le tud lőni, de Ukrajna láthatóan képes pótolni veszteségeket, és ezek a Bayraktarok egyébként jelenleg talán a világ legfejlettebb és mindenképpen legjobban kipróbált rá támadó drónjai. Nem most debütáltak egyébként, a 2020-as, 2020 őszi Azerbajdzsán-Örményország háborúban láttunk először Bayraktarokat nagy számban alkalmazni. Itt most tényleg brutális veszteséget okoznak az orosz erőknek. Ugye ezek a Bayraktar drónoknak a kezelése sem egy egyszerű feladat, tehát erre valakit nem lehet egy-két nap alatt, vagy egy-két hét, vagy egy-két hónap alatt kiképezni. Itt lehet látni, hogy kiválóan tudják kezelni ezeket a nagyon modern harci eszközöket. Így van, Ukrajna a háború előtt tervezte a Bayraktarok beszerzését. Törökország azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, 12 darabot már le is szállított. A háború előtt még Ukrajna tervezte, hogy összesen 48 darabot állít rendszerbe, tehát az ukrán pilóták kiképzése már a háború előtt megkezdődött. Ennek az eredményét látjuk. Hasonló eszközük az oroszoknak is van, gondolom én, csak arról kevés videót látunk. Ennyire fejlett, úgy tűnik, hogy nincsen. Ennyire nincsen. Oroszországnak is vannak támadó drónjai, de egyrészt ténylegesen kevesebb videót látunk ezekről, másrészt valószínűleg ezekből a támadó drónokból ezek vagy nem elég modernek, vagy egyszerűen kevés van belőlük, vagy, amit szintén nem tudunk, valamire várva esetleg nem vetik be őket. Minden esetre az látszik, hogy támadó drónokban markáns ukrán fölény van. Ami viszont nagyon lényeges, hogy drónokat nem csak arra lehet használni, sőt döntően nem arra használnak, hogy maga a drón indítson rakétát mondjuk egy harckocsi ellen. Igazán veszélyes, hogy a drónokat azt teszi, hogy tüzérségi megfigyelő szerepben használják őket, tehát a drónok segítségével lehet nagyon pontos tüzérségi tüzet vezetni a kijelölt célpontokra. Kicsit úgy, mint az első vagy a második világháborúban a repülőgépek voltak, hogy ugye először stratégiai megfigyeléseket végeztek, és utána vetették be bombázásra ezeket a repülőgépeket. De menjünk rá a következő felvételre, ami itt azt lehet látni, hogy egy harckocsi megy, azt hiszem, hogy ez egy T-90-es, bár ezeket nagyon nehéz megkülönböztetni a T-72-est a T-90-esektől, és azt láttuk, most mindjárt lassítva is fogjuk látni, hogy véletlenül egy ablakból rakétával lőnek le, válóról indítható rakétával, és mintha lepattanna erről a T-72-esről vagy T-90-esről a lövedék, ugye ezek a tégla alakú vagy járólap méretű páncélzat, ez nem sima páncélzat, hanem egy ilyen visszaverő bomba, ugye ennek van egy pontos neve is. Igen, szaknyelven ezt reaktív páncélzatnak hívják. Így van. Ezek robbanóanyaggal töltött dobozok, az a feladatuk, hogy amikor becsapódik egy ellenséges rakéta vagy lövedék, akkor ez a kis robbanóanyaggal töltött doboz felrobban és eltéríti a rakétát. Ugye ebben a konkrét esetben a felvételen az látszik, hogy a harckocsi tornyának a hátsó részét éri a rakéta. Ott nincs ilyen reaktív páncélzatos doboz, jó lenne látni a felvétel végét, mert itt csak annyit mi látunk, hogy a tankkal, pontosan. Itt falángos fogna a harckocsi, de nem tudjuk a történet végét. Mert minél többet olvas az ember ezekről az orosz harckocsikról, akár a T-72-esről, akár az ennél modernebb T-90-esről, hát ez maga a horror, ugye bent lenni egy ilyen harckocsiban gyakorlatilag, főleg a drónokkal indított támadások kapcsán gyakorlatilag esélye nincs annak, aki benn van ebben a harckocsiban, hogy túléljen egy ilyen rakétatámadást, így van? Igen, ez a helyzet. Tehát ezeket a harckocsikat még bőven a hidegháború alatt tervezték, és Oroszország a mai napig a T-72-es különféle modernizált változatait tartja rendszerben, mint alapharckocsik. Tehát az orosz páncélos erők döntő részét a mai napig ezek a típusok alkotják, modernizálják, elrátják őket különféle reaktív páncélzatokkal, újabb szenzorokkal, de ettől függetlenül az alapkoncepció az továbbra is egy hidegháborús fejlesztés eredménye, modern páncéltörő rakétákkal szemben rendkívül sebezhetőek. Közben ilyetten nézem az órát, nagyon megy az időnk, még két videót gyorsan nézzük meg, a következőt és a rákövetkezőt, ezek nagyon érdekes videók, indítsuk is el a következőt. Itt azt lehet látni, hogy egy gránátlövővel lőnek ki egy orosz
T-90-es tankot, ez is egy viszonylag modern tank, esélye nem volt azoknak, akik benn voltak, szerintem erről többet nem is nagyon lehet mondani, de viszont a következő egy nagyon érdekes felvétel, ezt indítsuk el gyorsan, hogyha el tudjuk indítani, íme. Itt azt lehet látni, és erősítse meg, hogyha jót mondok, és mondja el nyugodtan, hogyha hülyeséget beszélek, hogy mintha egy drónról egy egyszerű szerkezettel, hogy mondjam, gravitációs elven ledobnának, vagy leejtenének egy bombát. Ilyen is van? Így van, pontosan. Ugye az előző felvételen ezt a Carl Gustav páncéltörő fegyvert láttuk. Ugye Ukrajna ellenálló képességének szempontjából kulcsfontosságok a nyugatról kapott fegyverszállítmányok. A Javelin rakéták, a Carl Gustavok, a német Panzerfaustok, és még számos más fegyver is. Tehát Ukrajna a katonai sikereiben ezek a nyugati fegyverszállítmányok kulcs szerepet játszanak. Az utolsó felvételen pedig egy improvizált megoldást látunk. Erre gondoltam, hogy ez egy ilyen sufli tuning. Sufli tuning, de működik. A hagyományos RPG-be való páncéltörő gránátot alakították át úgy, hogy drónról le lehet dobni, teljesen normális kereskedelmi forgalomban kapható pici drónokat szerelnek fel ezzel az eszközzel, és egyszerűen éjszaka rádobják, ráejtik. Ez ott hadkocsikra. Ugye a hadkocsik páncélzata felül vékonyabb, sebezhetőbb. Világos. Ez egy tökéletes improvizatív megoldás. Nagy számban alkalmazzák, és meglepően sikeresen. Rácz András, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Szerintem folytatjuk majd meg a beszélgetést. Még egyszer köszönöm. Mondom, ilyen most. Igen. Minden jót, viszontlátásra. A rövid reklám után olyan anyukákat mutatunk, akik mertek nagyot álmodni, és saját pénzből hoztak létre egy napközit sérült fiataloknak. Ha ők nem lennének, ezek a gyerekek a négy fal között élnék le az életüket, és utána jön a TikTok sztár, a gigasztár Lili Ebert, aki a Heti Napló filmje után hatalmas elismerést kapott a magyar államtól. Jön tehát a rövid reklámblokk, és ezekkel folytatjuk.